A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nemrégiben kaptunk egy olyan e-mailt, amit kellően fontosnak tartottam ahhoz, hogy a fehérvári beszélgetések keretében is szó essék róla, mégpedig azért, mert én azt hiszem, hogy ebben a felgyorsult világban nagyon-nagyon fontos, hogy a kultúra, az irodalom kedvelők hozzájuthassanak olyan alkotók műveihez, amely egyébként nem lenne, amelyre nem lenne lehetőségük. Itt a szövegben úgy szerepelt, hogy a Vas és Fejérvár megyei témák kedvelőinek, illetve a különleges gazdasági megoldásokért, tovább a költészetért, képzőművészetért, könyvekért rajongó olvasóknak, szerkesztőknek, újságíróknak küldöm. A küldő pedig nem volt más, mint Májer Tamás. Szervusz! Szervusz, köszönöm szépen a kívást! No, hát Tócsába dobbantok címmel hamarosan megjelenik egy vasvári Kis Lajos, a Los Andinos együttes tagja, illetve a szombathelyi Mót Petra Diana művész első közös munkája, egy képekkel, akvarellekkel illusztrált verses kötet, és a könyvkiadás költségének előteremtésére közösségi kampányt indítottatok. Uh-huh. Ugye ez az alap. Azt hiszem, hogy ez egy remek megoldás a 21. század kihívásainak megfelelően, mondhatom én, hiszen azért valljuk meg, hogy elszabadultak a nyomdaárak és így tovább, a szerkesztők, illetve én azt mondom, hogy a tördelő szerkesztők, tehát gyakorlatilag minden, meglehetősen nehéz a szerzők dolga, független attól, hogy milyen alkotásokkal jelentkeznek, hogy mennyire nívós és mennyire fontos lenne megismerni az ő elképzeléseiket egy-egy könyvön keresztül. Ezekről kéne beszélnünk, mert hogy az, hogy te mellé álltál, az megerősítése a szerzőknek is, aki a szombathelyi, illetve a Fejérvár megyei szerzőnek. Tehát kezdjük azzal, hogy amikor jön egy ilyen megkeresés, akkor mi az alapvetése annak, hogy mellé állj? Hú, igen, hát ugye azon gondolkodtam, hogy hallgattalak, hogy igen, drága műfaj most már a könyvkiadás, vagy talán mindig az volt, de én azt tudom, hogy most az, minden, ami nyomtatott, drága, és még arra is beszélnek, hogy bár inkább az újság terén, hogy már talán szükség sincsen rá. Könyvre ilyet nem mondanak, azért én nem hallottam ilyesmit. Nem vitték át a szerepet az e-bookok. Tavaly nyár elején keresett meg Kis Lajos, akit én már régóta ismerek, mert ahogy beszélt, ahogy mondtunk róla, vagy mondtad, a Kálkics Együttesnek, illetve Los Andinosnak is tagja volt, utóbbinak tagja a mai napig. Ugye mind a kettő zenekarra büszke lehet Fehérvár, vagy akár a megye. Nemrég azért beszélek a Los Andinosról, mert ugye ennek Lajos Kis Lajos a költő, a szerző, oszlopos tagja 30 évet tán, amennyire én tudom. Ugye 40 éves a zenekar, nemrég léptek föl a más mellett a Pécsen, a Kodály Központban, vagy éppen Budapesten a Magyar Zeneházában. Szóval június elején, pont azért tudom, mert Kaposváron voltam egy ilyen hosszú hétvégén, június elején hívott föl azzal, hogy ugye látta, hogy mi itt Fehérváron a Hírbelevunk Szociális Szövetkezeten belül egy Veszőparipa kiadó nevű könyvkiadót hoztunk létre, amivel ugye megjelent egy könyvem 22-ben, Úri Passió címmel, arról beszélgettünk itt nálad már egyszer, Arató Antallal hármasban. És ugye miután ismertem a zenekarból, nyilván ő is tudta, hogy mi van velem, mi történik körülöttünk itt Fehérváron, hiába van ő picit messzebb, Vasváron él, most már évek óta, mert hogy egy ideig lakott itt Fehérváron is. Szóval megkeresett ezzel, és én tudtam, hogy ő ír verseket, ezt a Facebookon tette közzé, amennyire láttam. Még azt is, lehet, hogy akkor tudtam, vagy most tudom, hogy Nagymágfa, ez Vasvárnak a része, Nagymágfa erdei
bent tett séták után vagy közepette kapja őt el az ihlet, és nagyon sok természetközeli verset ír. Tehát tudtam, hogy ezt csinálja, megkeresett, viszont ugye az mindjárt az a gondolat volt, néhány kollégámmal összedugtuk a fejünket, hogy hát mi az a megoldás, hogy a Lajosnak ezt a megmutatkozási lehetőséget, hogy ebben tudjunk segíteni. Ha nekünk ő bizalmat adott, hogy felkeresett, nekünk is ambíciónk, hogy olyan szerzők, akik hozzánk fordulnak, velük tudjunk esetleg együtt dolgozni, néhány könyvet ki tudjunk adni, amellett, hogy ez sokszor szabadidőben zajló, tehát nem feltétlenül főfoglalkozás, bár jó lenne, hogyha egyszer az lehetne. Szóval vártuk mi a szerzők jelentkezését, és egy barátunk keresett meg, ez nagyon jó volt. Arra jutottunk, hogy ez a bizonyos brancsközösség, amelynek a brancsközösség lenne a megfelelő megoldás. Mégpedig azért, hát ugye erről a brancsközösségről nem is tudom, hát mindenki meg igen, tudja nézni a honlapon. Én azt mondom, hogy először most egy kicsit függesszük fel, mert utána úgyis visszatérünk a könyvre, igen. De beszéljünk arról a közösségről, amelyet megalapítottatok, hiszen ez egy olyan úttörő vállalkozás, ami azt hiszem, hogy abszolút 2024-es, ha úgy tetszik, ebben az értelemben is, és kellően segít és támogat mindent, olyan kulturális történetet, amire egyébként eddig nem nagyon volt mód. Hiszen azért valljuk meg, az a fajta közösségi kampány, amelyet ti indítottatok, amelyet hitelesen képviseltek, nagyon sokat segít abban, hogy az eddig méltatlanul elfeledett fiatal szerzők megjelenhessenek. Honnét jött a gondolat, hogy ezt a csapatot összehozzátok? Mármint a Azt a közösséget, amely segít ebben. Tehát a brancs, aki így van. Az ötlet, ugye ez a brancs közösség, ez egy létező szolgáltató, egy-két éve működik, nekem magamnak ugye nincs köze hozzá, gyakorlatilag felhasználóként kopogtattunk be, vagy klikkeltünk, regisztráltunk be hozzájuk. Ez néhány éve külföldi mintákat, nem tudom, hogy követve, de annak ahhoz hasonlóan indult el. Nagyjából az a lényege, hogy ha van egy, akár egy innovatív találmány, egy találmány persze, hogy innovatív, vagy egy olyan zenei album, egy olyan könyv, amelyre másképpen a szerzőnek, a művésznek nincsen forrása, azt kvázi megelőlegezi neki az a közösség, amelyik az ő munkájára figyel, amelyik az ő személyét szereti, és ezzel segít, és tulajdonképpen előre fizet, vagy akár még azt is mondhatom, hogy persze, hogy mondhatom, szóval, hogy támogatóként lép föl egy-egy átlag ember akár, de ahogy aztán láttuk, hogy Lajoséknak a könyvére ki az, aki előre fizetett, volt köztük művház, volt köztük vállalkozás, könyvtár, tehát, és egyébként számos magánember. Tehát a veszőparipa pedig mellé áll a kezdeményezésnek, hiszen azért az az alapja. Igen, kell ahhoz, hogy ebbe a brancsközösségbe valaki részt vegyen, kell ahhoz, hogy egy cég, jelen esetben egy könyvkiadó is mellé álljon, ettől lesz működőképes, nem tudom, ilyen könyvvizsgálók számára is. És hogy áll fel ez a csapat? A te csapatod, a ti csapatotok? Hát kicsi társaság, alapvetően éppenséggel ennek a könyvnek a grafikai munkáját Nagy Norbert készíti majd tördelést helyesebben, mert ugye az illusztrációkat ugye mondtuk, hogy Mót Petra Diana. Én leszek a szerkesztője, és Hey Vivian újságírót, szerkesztőt kértem meg, hogy korrektúrázza majd a készanyagot. No, akkor térjünk vissza Mót Petra Diana és a Kis Lajos közös munkájára. Tehát a Kis Lajos régi barát volt, akkor azt nagyon is jól tudjuk, és miként figyeltél fel rá, mármint tartalmi oldalról? Hiszen az korán sem mindegy, mert nagyon sok barátunk van, nagyon sok zenész barátunk van. Nyilvánvaló, hogy azért ez nagyon sokat segít, ugyanakkor a tartalmi, a minőség az nálad is kiemelten fontos. Igen, hogy ne. Valamikor én is, amikor ő posztolta ezeket a verseket a közösségi oldalára, hogy most ez tavaly június előtt, vagy később, inkább előtte lehetett, tehát mert én már tudtam, hogy ő ezeket írja.
akkor én figyeltem fel tulajdonképpen én magam is, ezt fedeztem fel magam is, hogy azokat az erdei utakat járja, amit egyébként néhányszor, amikor én nála vendégeskedtem, volt, hogy el is vitt magával túrára, engem vagy többünket, és az a táj tulajdonképpen itt-ott megelevenedik a verseiben. Tehát megtalált, ugye itt több mint 100 versről van szó, és ehhez kapcsolódik az az 50 akvarell, amely az ifjú hölgy munkája. Ezek nagyon fontos, ahogy mondod, hogy valósággal összekapaszkodnak, és közös alkotásként jelennek meg. Ez tudatos, hogy az illusztráció ebben az értelemben már kicsit több, mint illusztráció. Igen, és egyébként ez az ő kettejük munkája már az elmúlt években elkezdődött, naptárakat készítettek, és ott a 12 hónap adta nyilván magát a témát, és ott ők eleve úgy dolgoztak, hogy nem véletlenszerűen tették az adott egy-egy januári vagy februári illusztrációhoz, rajzhoz a verset, hanem együtt gondolkoztak, hogy ezek harmóniát alkossanak. Tehát így épül fel a tócsába dobbantok, biztos vagyok benne, hogy ez harmonikus lesz, hiszen vizuális kultúrát tanít, ahogy olvasom Mót Petra Diana Szombathelyen, egy általános iskolában, és ugye Kis Lajosról pedig beszéltünk. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy miként kerül ez az olvasókhoz. Tehát a kiadást követően. Ugye ez egy olyan kötet lesz, azt gondolom első körben azokhoz jut el, akik őket ismerik. Azért is mertünk ezzel a brancs közösséggel ennek a révén forráshoz, hát forrás remélni és forráshoz is jutottunk, mert olyan személyekről van szó, akik szűke pártjájákban, ezt lehet, hogy már le kellett volna másképp fogalmaznom, most belesültem ebbe a mondatba, tehát hogy a szűke fazájukban nagyon-nagyon jól ismertek, közösségi emberek, Lajos éveken át szervezett a saját birtokán fesztiválokat, ahol rengeteg ember fordult meg. Hogy jut el? Tehát, hogy egyrészt már most nagyon sok ember vásárolt előre, a következő pedig nem kerül be. Szerintem ezek nem fognak bekerülni nagy könyvesboltokba, hanem könyvbemutatókat, zenés könyvbemutatókat tartunk majd, akár a Los Andinos zenekarnak a koncertjein el tudom képzelni, hogy Lajos vigyen magával és visz is majd magával, Petra akár a tanítványai között, persze ez nem biztos, hogy egy általános iskolás gyermek könyvet fog venni, de én azt gondolom alapvetően, hogy ez a könyv ez ilyen terjesztésű lesz, hogy a barátok, az ismerősök, az őket innen-onnan megismerők, akik az ő munkáikra vagy a személyükre akár fogékonyak. Tehát nem cél az, hogy óriás plakátokon legyenek ők. Tehát ez hiánypótló ebben az értelemben mindenképpen, és megerősítés jelent a szerzőknek, nincs kétségem felőle. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy kellően fontos ahhoz, hiszen ez motivális másokat is. Vannak egyébként olyan terveitek, hogy megszólítotok, vagy jelentkezni kell erre? Már értem úgy, hogy egy szerző úgy gondolja itt Székesfehérváron, vagy bárhol máshogy, hiszen lásd ő, szombathelyi illetőségű a Petra, hogy egyszer csak jelentkezik nálatok? Vagy ti is figyelitek? Azt gondolom, hogy szívesen vászolárunk jelentkezést, aki velünk szívesen dolgozna. És igen, és talán olyan szerzőknek lehetünk mi jó partnerei, akik pályájuk vagy írói kibontakozások elején járnak. Szeretnék, hogyha egy csapat segítené az ő munkájukat, egy könyvnek a megszerkesztését, kiadását. Tehát ez egyfajta exkluzivitást biztosít
az egyrészt a ti jelenlétetek, másrészt pedig, hogy nem kerül forgalomba. Lehetséges egyébként, hogy lesz majd olyan népszerű könyv, ami aztán a széleskörű olvasó közönség elé kerül? Ezt nem tudhatjuk nyilván. Lehetséges, és vannak is ilyen tervek. Nem titok ez, talán már beszéltünk is róla, hogy egy olyan kicsit humoros, hát mindenképpen humoros antológiát szeretnék összeállítani, ami a népszerű gasztroirodalomnak a fonákja lenne. Ez pedig a címe, talán illetve van is egy munkacíme, ez a Buddy Book című könyv volna, ami hát picit távolabbról, tehát 2022-ben megjelent az Úri Passió című interjú regényem, amit Arató Antal Vörösmarty könyvtárnak a címzetes igazgatójával egy életinterjú, és abban szerepel, hogy hát csinált annak idején Jászberényben munkássága során egy WC újságot, amely ismerős, hát magazinok itt-ott a toalettekben előfordulnak, otthonokban alig, ha nem. És ilyen módon is a könyv olvasás az irodalmat népszerűsítette Arató Antal Jászberényben annó. Ez a WC újság eltűnt, és mi kitaláltuk egyszer csak, hogy ezt pótolni kellene. És ez az ötlet, ez továbbra is él, virágzik, és hát több célunk is van vele. Egyrészt az, amiről beszéltél, hogy hogyan tudnánk mi megszólítani szerzőket. Mert úgy, hogy a tervünk az, hogy ebben az évben, tehát 24-ben kiírjunk egy olyan pályázatot is, ahol ide vonatkozó ilyen témájú egy WC újságba belekerülhető novellákat, verseket kérjünk, ami persze nagyon vigyázni kell, hogy ez ne legyen, nem tudom, olyan ordinári témák. Nyilván. De Berda Józsefnek van egy verse, ahol az életről ír egy madárról, aki persze székelésről is van ott közben szó, de mégis a hát József Attilánál is a Belek alagútjain. Nyilván. Tehát ez létező dolog, és azt gondolom, hogy ez lehet úgy csinálni, hogy ne legyen sértő senkinek, viszont olyan embereket talán tudunk megfogni egy ilyen kötettel, akik akár a Hetsz kedvéért is megvásárolják, majd utána éppességgel József Attila ódáját olvashatják. Ez nagy kihívás mindenképpen. Igen. Egyrészt elfogadtatni, azért tudjuk, hogy kellően konzervatív a magyar írótársadalom és a többiek, tehát a fogadtatására azért nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Vannak-e még olyan gondolatok, amelyeket mindenképpen szeretnétek megvalósítani? Például te, mert én azt gondolom, hogy az Arató Tónival készült fantasztikus könyv, az egy sikersztori. Viszont várjuk már, hiszen én azt hiszem, hogy újságíróként is nagy megbecsülésnek örventél, és nagyon is tudjuk, hogy az a különleges megfogalmazás, ami a te írói erényed, az azért hiányzik az olvasóknak. Köszönöm a kedves szavakat. Igen, én ugye újságíróként dolgoztam a Megyei Lapnál 22-ig bezárólag. Nem engedtem én el az újságírást, jelen pillanatban is szerkesztő újságíróként tevékenykedem, illetve hát könyvszerkesztőként is igyekszem magamat bemutatni. Hogy ezek az ambíciók most picit háttérben vannak, de többetektől hallom ezt, és természetesen olyan ambíciókat, meg olyan energiákat mozgosítanak, hogy nem lehetetlen, hogy egyszer én még előrukkolok valami saját prózával, újabb saját prózával, akár nem csak interjúval. De ez egyelőre még nem tudok erről többet mondani. Domi, hogy áll szerinted ma a kortárs líra, illetve tehát a vers és prózaírás hazánkban? Hiszen ez rendkívül fontos kérdés. Az egy csoda dolog, hogy ti ezt elkezdtétek, tehát a kiadói szemszögből is, olvasói szemszögből én magam is tudom, de te, mint szerző, illetve most a kettős minőségedben, hogy látod? Hol tartunk?
Erről nincsenek olyan mély tapasztalatok, benyomásai, hogy erről általánosságban tudnék válaszolni. Azt látjuk, hogy sokan hodolnak írói szenvedélynek. Még talán jelennek is meg könyvek, azt gondolom kellő számban, de biztos, hogy a nagy kiadók jeles szerzői, vagy nagyobb nevű szerzői, ami sokszor persze egybeesik, uralják a piacot. Nem biztos, hogy a könnyű azon kívül, hát bizonyosan, hogy nem könnyű azon kívül megjelenni másnak. Az olvasás kultúrája működik? Vagy sokkal inkább ma már a telefonon a két rövid gondolatsor egy-egy szűkített mondatban ez így működik? Én mostanában többet metroztam Budapesten, mint korábban, és azért még látom, hogy vannak mellettem olyanok, akik könyvvel vannak a metrón, meg a mozgó lépcsőn. Biztos, hogy a telefon és az egyéb ingerek elviszik az embereket, és időt kellene szakítani arra, hogy többet olvassanak, vagy akár olvassunk, mert ezt én is beszéltek magamról is, még többet akár. De szerintem ez a telefon az előbb-utóbb kikerül a kezünkből, a könyvet meg mindig el fogjuk venni. Hát én legalábbis bízom benne. És azt hiszem, hogy ez egy olyan út, amit ti választottatok, hogy ez egy jó út. És hát ehhez kívánok. Mikor is jelenik meg? Várhatóan? Március 15 a dátum, amit így kitűztünk magunk elé. Én azt gondolom, hogy ezt egy-két hét túszás, ha lesz, de több nem. Tehát, hogy tavasszal, március végére szerintem ez meg tud jelenni, meg fog jelenni. Nos, hát én köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó út, amit választottatok, ehhez kívánok sikert, és kíváncsian várom március közepét, március idusán, hiszen egy vasvári kedves nézőink Kis Lajos és egy szombathelyi Mót Petra Diana művész első közös projektje kapott közösségi támogatást, a könyv pedig azokhoz szól, akik érzékelik a színek és a szavak szimbiózisát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.